Nehéz időszak előtt állnak az önkormányzatok, mert a költségvetés tervezésekor szembesülnek azzal, hogy lehetetlen hiány nélkül tervezni a rendelkezésre álló forrásokból. Számos kérdés vetődött fel a település vezetőkben, és ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége konferenciát tartott tegnap Gödöllőn. A szövetség elnöke, Gödöllő polgármestere Gémesi György a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És mielőtt rátérünk a tegnapi konferenciára, azért még egy pillanatra térjünk vissza az előző beszélgetésre, mert hogy abban maradtunk Orvos Lajossal, hogy szerinte, az MSZP szerint Ócsaj akkora kudarc, hogy most kéne abba hagyni. Önnek lenne más ötlete? Hát nyilván, ahogy én hallottam és ismerem, többe kerül a leves, mint a hús, tehát egy picit túl lett kalkulálva a dolog. De ha már itt van egy ilyen helyzet, ez a kérdés, hogy mit lehet csinálni. Szerintem meg kell találni valami olyan befektetést, vállalkozást, amelyik ott telepítene munkahelyet, és azzal elindítani egy kis térségi, ilyen pici mikro gazdasági fejlesztést. Biztos, hogy lehet ilyet találni. Manapság sokan keresnek területet, hogyha a területet kedvezményesen, netán, ingyenesen kapja meg, akkor ez rendületet adhat egy ilyen fejlesztésnek. Tehát én most nem abból közelíteném meg, hogy politikailag azt mondjam, hogy ez nem jó vagy jó. Nekem is van róla véleményem, sok igazság van abban, hogy ez nem megoldás arra a problémára, amire kitalálták, de ha már ez a pénz be lett ide fektetve, föl lettek építve ezek a házak, amit én azért nem tartok olyan nagyon tragikusnak, nyilván nem luxus körülmények, de vannak ilyen jellegű szociális lakótelepek a világ minden pontján, és itt nehéz helyzetben lévő családokról van szó, azok segítéséről, és én, mint polgármester, nyilván a kollega is gondolkodik ezen, tehát nem akarom én az ő hatáskörét és az ő gondolkodását ezzel véleményezni, hanem azt gondolom, hogy most meg kell találni az előre menekülés lehetőségét, ami egy pici gazdaság, egy kis mikrogazdaság oda telepítése, és ez nem kereskedelem, hanem egy üzem, egy feldolgozó, ahova ezeket az embereket, ahogy el lehet esetleg munkával helyezni, és aztán szép lassan kialakul egy 4-5 éves időtartamban nyilván az a környezet, amivel esetleg még további lakások is építhetőek, nyilván akkor már nem biztos, hogy ilyen alapon. Egyébként elképzelhető, hogy erre lehetőség is van, hiszen éppen az szerepel a kormányzati indoklásokban, hogy ott kialakítottak valami ipari területet, és azt is közművesítették. Tehát persze, és vannak ilyen gazdaságfejlesztési pályázatok, tehát ezekben lehetne esetleg egy picit lökést adni a dolognak. Én nem biztos, hogy így oldottam volna meg ezt a problémát, de mondom, én azt gondolom, katasztrófa nincsen. De elásni nem kell az egészet. Nem, menni kell előre, és csinálni kell, és azért mégiscsak emberek lehetőségéről van szó. Beszéljünk egy kicsit a többi önkormányzat problémájáról, mert hogy tegnap egész nap erről értekeztek Gödöllőn, és az volt a kiinduló pont, hogy elvileg hiány nélkül kéne tervezni az önkormányzatoknak a következő évi költségvetést, de rájöttek, amikor nekiláttak, hogy ez lehetetlen. Tegnap mi derült ki a konferencián? Hát ez a baj, egy kicsit csalódott vagyok, mert nem derült ki az, hogy ezen hogy lehet segíteni. Az kiderült, hogy több száz önkormányzat van azzal, küzdik azzal a problémával, hogy nem tudja nullszaldósra kihozni a költségvetését, és itt most már nem olyan dolgokról van szó, hogy vállalt feladatok, sport és kultúra finanszírozásra megy el a pénz, hanem a kötelező feladatokra nincs elegendő. Ugye tavaly arról volt szó, hogy feladatfinanszírozás lesz. A feladatfinanszírozásnak az a lényege, hogy ahol nagyon-nagyon ki van feszítve a büdzsé, ott minden feladatra biztosítja az állam, ha nincs saját bevétel elegendő, a megfelelő forrásokat a feladatok ellátására, bölcsőre, óvoda és a többi. Erre kalkulált összeg a települések egy jelentős részénél nem elegendő, saját bevétele nincs, és nem tudja nullszaldósra kihozni a költségvetését. És ez azzal a problémával jár, hogy ugye a törvény úgy rendelkezik, hogy nullszaldósra kell, hiánnyal nem lehet tervezni, a kormányhivatal, ha hiánnyal tervezi, esetleg beírja, hogy hitellel fedezi, vissza fogja dobni, és a település márciustól nem fog kapni állami támogatást. Tehát ez egy olyan jellegű helyzet, amit fel kellett volna oldani. Én, mint a szövetség elnöke, kötelességemnek éreztem azt, hogy ezt egy konferencia keretein belül foglaljuk össze, mondják el az érintettek, hogy mi a probléma, el is mondták nagyon kulturált, nagyon korrekt formában, hogy segítséget kérnek, bajba vannak, nem ők okozták ezt a bajt, és erre sajnos a tárcák képviselői nem tudtak korrekt választ adni. Pedig hát egyfelől szó van arról, hogy az önkormányzatok ugye az adósságukhoz elég komoly segítséget fognak kapni az államtól. Másrészt elvettek olyan költséges feladatokat az önkormányzatoktól, mint például az egészségügyi ellátás vagy az iskolák üzemeltetése, amiről azt gondolná az ember, hogy akár megkönnyebbülést is jelenthet a költségvetésben. Miért nem elég ez mégis? Az a helyzet, hogy azok a feladatok, amiket elvitt az állam, az eddig erre fordított források és pénzeszközöknél több került ki a rendszerből. Van egy 150 milliárdos lyuk.
és ez nem is nagyon vitatható. Ez nyilván nagyobb települések tudják pufferolni, kompenzálni, a kicsik pedig nem. És ezért került bajban nagyon sok település, alakult ki az a helyzet, hogy ezt a forrást nem kapják meg máshonnan. Van a költségvetésben, a belügyminisztérium fejezetében egyébként egy 24 milliárdos fejezeti tartalék és egy 20 milliárdos szerkezet átalakítási forrás, ami ezeket a helyzeteket kezelheti. Én arra számítottam, hogy a konferencián bejelentésre kerül, hogy ez a 20 és 24, tehát 44 milliárd forint, ami nem elegendő a kivett pénz pótlására, de az akut problémák megoldására segítséget nyújtat, ilyen és ilyen formában lehet ezeket elérni. A polgármesterek ott álltak, és mondták azt, hogy február 15, határidő, költségvetést kell csinálni. Egy javaslat sem hangzott el, hogy írják be akkor most, hogy ez hiányzik, és majd pályázható lesz. Ez így nagyon nincs rendben. Azért ott volt 500 polgármester, ez azért a települési vezető közel egy hatoda. Emellett nem lehet szótlanul elmenni. Ez nem lázadás, ez nem politikai fórum volt, ez egy önkormányzati fórum, ahol nagyon kulturáltan a nagyon nagy bajban lévő települések vezetői elmondták a gondjaikat. És gondolom ezeknek a települési vezetőknek egy jelentős része egyébként a kormánypártok jelöltjeként került a települése élére. Abszolút igen. Mit mondtak a rezsicsökkentés hatásairól, hiszen számos olyan közművállalat lesz ebben érintett, amelynek a tulajdonosa egyébként a helyi önkormányzat? Ezeknél a településeknél nagyon nincsen olyan szolgáltatás, ami az ő tulajdonukban működtető társaság által biztosítana valamilyen települési feladatot, mondjuk távhőt és a többit. A hulladékgazdálkodás már ugye felmerült, mert azok nagyon sok helyen önkormányzati tulajdonú társaságok, és ugye ott van egy korlát, egy 4,2%-os emelési lehetőség 2013-ra. Ennyit mond ki a hulladékgazdálkodási törvény. Most ezzel a rezsicsökkentési javaslattal, amit most már nagyon-nagyon örülök annak, hogy kimondta Kósa Lajos is, hogy kompenzálni kell az önkormányzati tulajdonú társaságokat, és azt is kimondta, hogy ezt valamikor május-júniusig elvégzik ezt a munkát. Visszatérve a hulladékgazdálkodásra, ami önkormányzati többségi vagy 100%-os tulajdonú társaság, az nem tudja az uniós pályázatból létrehozott hulladék lerakó működtetését a uniós pályázatban rögzített szerződés alapján működtetni, akkor, hogyha csak 4-2-t emelhetnek, ugyanis akkor a hulladékgazdálkodási törvényben hoztak egy olyat, hogy évente 4 éven keresztül 3-3-3 ezer forintot, tehát 3-6-9-12 ezer forint hulladéklerakási adót fognak szedni. Tehát miközben beszélünk arról, hogy csökkentjük a díjat, nem lehet a szerződés alapján működtetni, nemhogy csökkentéssel, még ilyen kis 4,2%-os növekedéssel sem, közben még rárakódik erre ez a típusú adó. Ezt tudom, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, akkor nagyon egyszerűen azt fogalmazok. Miközben mondja a kormányzat és kampányol azzal, hogy rezsicsökkentünk, közben emel adót és fizetési kötelezettséget, központi bevétel, amit kifizet meg? A tulajdonosok, az önkormányzatok. Úgy kezdte, hogy azért ez a probléma meg fog oldódni, mert hogy Kósa Lajos mondta, hogy kompenzálni kell, és megígérte, amit megígért. De mennyire lehet komolyan venni ezt az ígéretet, hogyha az egyetlen forrás, amit erre Kósa Lajos megjelöl, az a közműadóból befolyó bevétel volt, amit egyébként mostani ismereteink szerint a költségvetésben elköltenek másra? Hát így van, pontosan ez, hogy ennek a forrása nincs meg. Szerintem ezt a kérdést adatta kéne tenni, nem kéne ezt a részt ilyen hatalmas nagy elánnal mondani, függetlenül attól, és ezt nagyon hangsúlyozom, minden olyan intézkedéssel egyetértek, ami csökkenti az emberek terheit, ami segíti a mindennapi megélhetésüket, de ez legyen észszerű. Ha van benne tartalék, jöjjön ki belőle. De ebben nem, hogy tartalék nincs, ebben plusz adó terhek kerülnek a önkormányzati cégek vállára. De ugyanez a távhőnél, hát bevezeti a közműadót. Hát a távhő az a föld alatt megy, ugye? Ez közmű. Ezt be kell fizetni. Hát hogy a csodába tudja az a szerencsétlen önkormányzat, amik 100%-i tulajdonosa ennek a távhőnek, még ezt is kigazdálkodni, ami plusz adóba kerül a nyakába. Ezt kompenzálni kell. Elmondták, ennek örülök, tehát most már végre észrevették. Ezt egyébként én magam és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége időben jelezte. Most talán elgondolkodnak rajta, hogy hogyan tudják ezt rendbe tenni. Egyébként például a vízszolgáltatásnál, a víz áránál is az a lényeg, hogy egy nagy része állami tulajdon. Tehát az állami tulajdon cégek, amelyek veszteséggel tervezik a 2013-as büdzséjüket, itt is, ha leviszi 10%-kal, azt állami adófizetői pénzből kell kompenzálni. Tehát így nagyon sok értelme a dolognak nincsen. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm szépen.